Mesterek Mestere díjat 7 éve alapítottuk meg, és ott egy nagyon nagy célunk ezzel a díjjal kapcsolatban, egy nagy és több kisebb. Az egyik legnagyobb célunk az volt, hogy azokat a mestereket, azokat a szakembereket, akik jót alkotnak, akik valami kiemelkedőt alkotnak, és ezt megismerik versenyeztetni, megismerik mutatni a nagy közönségnek, azokat valamilyen úton módon honoráljuk, díjazzuk, elismerjük. És emögött rejlett egy talán, hát nem is tudom, nagyobb, de valami másfajta cél, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk mi a szakembernek a nimbuszát, a szakmunka nimbuszát felemelni abból a, nem mondom, hogy mélypontból, de ahova süllyedt az elmúlt 20-30 év alatt. És az egyik ilyen lehetőség az, hogy megmutatni a közönségnek, a társadalomnak azt, hogy mennyi jó, mennyi szép munka születik, mennyi gyönyörű munka születik. Második pedig, hogy azok a akár felnőttek, akár gyerekek, akik éppen vagy állást szeretnének, szakmát választani, vagy éppen szakmát változtatni, azok a felnőttek, azok az emberek választják az építőipari szakmákat a hivatásukul. És ehhez egyszer a Mesterek Mestere díj úgy járul hozzá, hogy akkor azt is tudja egyből, hogy ő, amint elvégzi az iskolát és dolgozik, és utána megmeri mérni, méretni azt, amit csinál, akkor díjazott lesz, elismert lesz, és rengeteg kommunikációval megjelenhet. De a kezdetektől fogva a MAPEI Kft-vel együtt működünk a Mesterek Mestere kapcsán. Ez számunkra is nagy megtiszteltetés, hiszen alapelvünknek tekintjük azt, hogy a profi terméket profiknak tudjuk átadni. Ugyanez gondolom vonatkozik rátok is a termékeitekre. Ez számunkra kiemelkedő fontossággal bír, és azt kell, hogy mondjam, nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több Mesterek Mestere a mi márkánkat, a mi gépeinket, termékeinket választja a munkájukhoz, vagy a Béla is említette, az álmok megvalósításához. Szeretném nagy örömmel bejelenteni, hogy a 2020-as év közönségdíjasának nyertese Poroszkai János. Gratulálunk! Nagyon régóta versenyzünk a kezdetek kezdetétől, és folyamatosan figyeljük ugye a többieket, hogy hogy dolgoznak, mind dolgoznak, milyen hibákat végeztünk, illetve hogy miben tudnánk jobbak lenni, és a idei évben sikerült olyan technikákat és programokat kidolgozni, amivel ezeket a hibákat ki tudtuk küszöbölni, nem várt eredmény. Számomra ez olyan, mint egy Oscar-díj, és a munkásságomban, tehát szeretném kiemelni a kollégámat, ugye ő végzi ezeket a műszaki dolgokat, én csak az informatikai, illetve az eladási részével foglalkozom többnyire, tehát szeretném neki megköszönni, illetve mivel közönség szavazásról is beszélünk, szeretném kiemelni a informatikusunkat és a grafikusunkat, Debreceni Dávidot, neki is szeretném megköszönni a munkásságát. A szakmai zsűri által hozott döntés értelmében a 2020-as év Mesterek Mestere díj győztese Katona Attilát várjuk ide ki az urakhoz. Ez egy nagy megtiszteltetés, hogy megnyerhettem. Én nem ismerem a szakmai zsűrit, de köszönöm nekik. Illetve ez nem csak az én elismerésem nekem való, hanem mindazoknak az embereknek, akik eddig az élet folyamán összefújt a szél. Több cégnél dolgoztunk együtt, Kreatív Bau, Racskó Bau Kft. Illetve azon belül, hogy olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akiktől mindig tanulhattam. Vagy hol lopva, hol pedig segítettek és tanácsot adtak, hogyan kell dolgozni, mit kell csinálni, hogy hatékonyan, hogy jobb legyen maga a munka elvégzése. Köszönöm még a burkolatnak is, Jani kollégámnak, barátomnak, hogy ketten dolgozunk, nagyon kiegészítjük egymást. És az a díj meg fog maradni még szerintem 20-30 év, vagy még tovább is. Addig, amíg van szakember, aki pályázik. Úgyhogy ha most azt mondom, hogy valaki akar pályázni, az most indul a 2021-es Mesterek Mestere díj, és pályázzon, minél több jó munkát meg tudjunk mutatni.